Október 17. Az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Az a bizakodó szeretet és önzetlen odaadás, amely János életében és jellemében megnyilvánult, a keresztény egyháznak felbecsülhetetlen értékű tanítást nyújt. Természettől fogva lénye nem volt olyan kedves, mint az a későbbi éveiben megnyilatkozott. Jellemének súlyos fogyatékosságai voltak. Gőgös, önhit és becsvágyó, sőt, ha megsértették, haragtartó is volt. Az isteni tanító azonban mind-e sok hiba mögött is az őszinte, szeretetteljes szívét látta meg. Jézus tehát egyrészt megfedte önzését, megtörte becsvágyát, próbára tette hitét. Másrészt azonban kinyilatkoztatta előtte azt, amire lelke annyira vágyott. Az életszentség szépségét, a szeretet átalakító hatalmát. János számára igen értékes volt Krisztusnak az a tanítása, hogy a kegyelemben való növekedéshez és a szolgálatra való készséghez szükséges tulajdonság a szelíd lelkűség, a türelem és a szeretet. Mindezeket a tanításokat gondosan megszívlelte, és életmódjában állandóan arra törekedett, hogy az isteni mintaképre hasonuljon. Így jutott el János odáig, hogy felismerte Krisztus dicsőségét, nem a világi pompát és hatalmat, amelyet elérni remélt, hanem az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. János vágyott arra, hogy hasonlóvá váljék Krisztushoz. Jézus szeretetének átalakító hatalma szeliddé és alázatossá tette. Elrejtette énjét Jézusban. Az Úr Jézus Krisztus keresi az együttműködést azokkal, akik által kegyelme akadálytalanul szétáradhat. Az első lecke, amit mindenkinek meg kell tanulnia, aki Istennel együtt akar munkálkodni, az, hogy ne önmagában bízzék. Így készülhet fel a Krisztus jellemében való részesülésre. Ezt nem lehet tanulással elnyerni a legmagasabb szintű iskolákban sem. Ez a bölcsesség gyümölcse, ami egyedül az isteni tanítótól származik. A művészet és tudomány terén magas képzettségű emberek értékes dolgokat tanultak meg, alázatos keresztényektől, akiket a világ tanulatlanoknak nyilvánított. Viszont ezek a névtelen tanítványok a legmagasabb szintű iskolában tanultak. Annak lábánál ültek, akiről ezt olvassuk. Soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember.